estét kívánok, köszöntöm Önöket! November 22-e hétfő van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Szombaton átadták a kerékpárutat Győr és Pannonhalma között. Az 1,7 milliárd forintos beruházás során 12,3 km teljesen új szakaszt építettek, 6,1 km-en pedig felújításon esett át a bicikliút. A hétvégén közel 130 program várta a könyvek szerelmeseit, köztük könyvbemutatók és eredményhirdetések is. A 20. győri könyvszalonbár sikeres volt, dr. Horváth Sándor domonkos főszervező szerint a pandémia miatt jóval kevesebben jöttek el, mint a korábbi években. Az adventi készülődés egyik fontos pillanata, hogy a Széchenyi térre megérkezik a város fenyőfája. Idén egy 11 méter magas, 25 éves ezüstfenyő lett Győr karácsonyfája, ami egy ménfőcsanaki kertből származik. Szombaton átadták a kerékpárutat Győr és Pannonhalma között. Az 1,7 milliárd forintos beruházás során 12,3 km teljesen új szakaszt építettek, 6,1 km-en pedig felújításon esett át a bicikliút. A közvilágítás átépült és megújult, ráadásul 274 facsemetét is elültettek az út mentén. Kara Ákos országgyűlési képviselő rengeteget tett azért, hogy a beruházás megvalósuljon. A szombati átadó ünnepségen azt mondta, az elmúlt hetek és hónapok bizonyították, eredményes kezdeményezés volt a fejlesztés. Közös szalagátvágással hivatalosan is átadták szombaton a Győr és Pannonhalma közötti kerékpárutat. Az 1,7 milliárdos beruházást Kara Ákos kezdeményezte. A térség országgyűlési képviselője az avató ünnepségen elmondta, szerinte az is bizonyítja a projekt sikerességét, hogy már a hivatalos átadóik sokan használták a kerékpárutat. Azért kezdeményeztem ennek a kerékpárútnak a megépítését, mert azt gondoltam, azt reméltem, hogy ezt mind a hivatásforgalomban, tehát a településeken belüli mindennapi közlekedésben, mindennapi életben, és az idegenforgalomban és a turizmusban is nagyon sokan fogják használni. Az elmúlt hónapok, az elmúlt hetek bebizonyították azt, hogy ez sikeres kezdeményezés volt, hiszen sok-sok ezren használták már ezt a kerékpárutat, idősebbek, fiatalabbak. A beruházás során 12,3 km teljesen új építésű szakaszt építettek, 6,1 km-en pedig felújításon esett át a bicikliút. A közvilágítás átépült és megújult, ráadásul 274 facsemetét is elültettek az út mentén. Egy korábbi felmérés szerint a biciklizés népszerűsítésének leghatékonyabb eszköze az infrastruktúra állapotának, minőségének javítása. A reprezentatív kutatás válaszadói közül a legtöbben e területen tapasztaltak érdemi előrelépést az elmúlt évtizedben. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium folyamatosan javítja a kerékpározás infrastruktúrális feltételeit a településeken belül és a települések között is. A nagy projektekben országszerte mintegy 850 kilométernyi kerékpárút szakasz kivitelezését és előkészítését támogatjuk összesen 50 milliárd forinttal. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos szerint sokan veszik majd igénybe a kerékpárutat, így a fejlesztés a jövőben hozzájárul a térség turizmusának növekedéséhez. Én azt hiszem, hogy itt ez a térség, ez hamarosan egy kerékpáros központ lesz. Itt a kerékpáros hálózatnak az elemei az itteni, hogy mondjam, elég hatékonyan dolgozó képviselőknek és a győri közgyűlés elnökének köszönhetően az ő jóvoltukból. Ez elég gyorsan halad a hálózatosodás, és biztos vagyok benne, hogy a térség turisztikájához az elkövetkező években nagyon-nagyon sokat fog hozzátenni a kerékpározás. Ortobágyi T. Cyril Pannonhalmi főapát áldotta meg az elkészült kerékpárutat, mely 18,4 km hosszan kanyarog Győrből egészen Pannonhalmáig. Így áldja, védelmezze és szentelje meg ezt az utat és a rajta közlekedőket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. A fejlesztésnek köszönhetően a Győrtől délre eső települések könnyebben megközelíthetőbbé válnak, és a kerékpárral közlekedő turisták számára is biztonságosan és a korábbinál komfortosabban érhető el a pannonhalmi világörökség.
Idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját a győri Gárdonyi Géza általános iskola. A kerek évforduló tiszteletére pénteken délután ünnepséget rendeztek a belvárosi intézményben. A Gárdonyi egykori és jelenlegi tanárai, a város iskoláinak igazgatói, egyházi méltóságok, városvezetők, a tankerületi központok képviselői kaptak meghívást a rendezvényre, melyet az épület kerengőjében Gárdonyi Géza mellszobránál tartottak. Alapításának 100. évfordulóját ünnepli idén a győri Gárdonyi Géza általános iskola. Ebből az alkalomból pénteken ünnepséget rendeztek az intézményben, ahová pedagógusok, iskolaigazgatók, egyházi méltóságok, városvezetők érkeztek. Az ünnepi beszédek sorát az intézmény igazgatója kezdte. Gecsei Kolosa megszemélyesített születésnapossal tekintett vissza annak elmúlt 100 esztendejére. És ahogy mondani szokták, olyan fiatal vagy, mint reményeid. Olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint önbizalmad. Olyan öreg, mint félelmeid. Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed. Nem az a fontos, hogy egyik-másikunk milyen korhatárt ér el, hanem az, hogy ki hogyan élt. Az iskola idén 100, a város, ahol otthonra lehet, pedig 750 éves évfordulóját ünnepli. Győr polgármestere maga is a Gárdonyi falai közt cseperedett. Rendkívül megtiszteltetés, hogy itt állhatok. Mint polgármester. Az önmagában az is, hogy Győr városát, a szülővárosomat, mint polgármester vezethetem, hiszen kalandos volt az út idáig, de a helyzet az, hogy az utamnak egy jelentős része az itt zajlott ezek között a falak között. Simon Robert Balázs is felszólalt az eseményen. A győri országgyűlési képviselő azt mondta, Győr eredményes és sikeres. Véleménye szerint ennek alapja a tudás és az oktatás. Azért tudunk eredményesek és sikeresek lenni, és azok is leszünk a jövőben is, mert ilyen kitűnő iskoláink vannak itt Győrben, mint a Gárdonyi Géza általános iskola. Természetesen ebben a csoportban tartoznak a többi iskoláink is, vagy a középfokú iskoláink, szakgimnáziumok, gimnáziumok, technikumok és az egyetemünk is. Véleményem szerint ez mindennek az alapja. Hajna Gabriella, a Klebersberg központ elnöke beszédében úgy fogalmazott, a 100 éves intézmény egy gyermekközpontú, a gyermekeket kimondottan szerető hely, és a szakmai tevékenysége is példaértékű. Ahhoz, hogy egy oktatás jól tudjon működni, legalább két dolog szükséges. Az egyik az, hogy milyen infrastruktúrával rendelkezik és hogy néz ki, a másik pedig, hogy milyen a szakmai tevékenysége. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebben az intézményben mindkettő adott, és olyan szakmai munka folyhat, ami meg tudja adni a gyerekeknek mindazt, amivel boldog, kiegyensúlyozott felnőttekké tudnak válni. Részt vett az ünnepségen és köszöntőt mondott Maruzsa Zoltán. A köznevelésért felelős államtitkár felidézte az intézmény alapításakor megfogalmazott célkitűzést, ami szerinte a 100 év alatt nem változott. A hazáját szerető, a munkát megbecsülő, az embertársakat tisztelni tudó ifjúságot neveljen. Ezek az alapok, ezek nem változtak, és hitem szerint nem is fognak változni, nagyon bízom benne, hogy nem fognak változni a következő évtizedekben, vagy akár évszázadokban sem, hiszen ez az az alap, amihez ma már persze a 21. században sok mindent hozzáteszünk. Az ünnepségre színvonalas előadásokkal készültek a diákok, és egy emléktáblát is avattak, valamint megkoszorúzták a névadó ikonikus mellszobrát. A novella pályázat nyerteseit is díjazták a 20. győri könyvszalon keretein belül. Kovács László, a Civilek Győrért Egyesület elnöke nyert a pályázat egyik kategóriájában, aki nyereménye összegét kiegészítette és egykori iskolájának ajánlotta fel. Az intézmény sokat segített az amatőr írónak abban, hogy megszeresse az írást és az olvasást, így a szerző most viszonozza ezt. A könyvszalon bár sikeres volt, dr. Horváth Sándor domonkos főszervező szerint a pandémia miatt jóval kevesebben jöttek el, mint a korábbi években. Számos könyvbe lehetett belelapozni, vagy akár megvásárolni azokat a 20. győri könyvszalon alkalmából. A hétvégén közel 130 program várta a kötetek szerelmeseit, köztük könyvbemutatók és eredményhirdetések is. A novella pályázat nyerteseit is kihirdették. Az egyik kategóriában arról kellett írni, milyen lesz majd a város 50 év múlva. Az elképzelésünk az volt, hogy azonosuljunk a múlttal, vagy egy kicsit a fantázia világ, hiszen ez history fiction jellegű megközelítés, és
valahol álmodtassuk meg a győrieket arról is, hogy mi lesz itt 50 év múlva. Nyilvánvalóan nem arról szólnak a novellák, hogy milyen lesz a város 50 év múlva, 50 év múlva játszódik mindegyik történet, tehát így mutat a jövőben. És hát a zsűri munkája eredményes lett, és most a kezünkbe tartjuk. A pályázat egyik nyertese Kovács László, a Civilek Győrért szervezett önkormányzati képviselője lett Kadosa című művével. A szerző a jutalmát azonban kiegészítette, és egykori általános iskolájának, a Kovács Margit iskola alapítványának ajánlotta fel. Nekem szerintem az volt a nagy szerencsém, hogy olyan tanáraim, irodalom tanáraim voltak, akik tudtak arra ösztönözni, hogy bár még nem a tökéletes, de ahhoz vezető úton elinduljak. És egy kicsit ennek is köszönhetem azt, hogy igazából szerintem most eljutottam odáig, hogy egy olyan novellát sikerült összehoznom, ami egy szakmai zsűrinél megállta a helyét, és úgy gondolták, hogy ez érdemes egyrészt díjazásra, másrészt kötetbefoglalására, és ennek apropóján én viszont akkor úgy éreztem, hogy ebből vissza kell valamit juttatnom oda, ahonnan én elindultam, úgyhogy én az is tehát a nyereményemet, amit ezen a pályázaton nyertem, azt én felajánlom a Kovács Margit Általános Művelődési Központnak, a saját egykori általános iskolámnak, és remélem, hogy ők tudják hasznosítani. Saját forrásból kiegészítem nyilván ezt az összeget, és felajánlom nekik, úgyhogy egy kicsit vissza is juttatok oda, ahonnan kaptam ezt az instrukciót, vagy nem is tudom, ihletet. A kötet egy elképzelt jövőről szól, melynek középpontjában társadalmi problémák állnak. A nyertes munkásságára többek között Fabu, aki régen használt könyveket árult a városban, valamint a régi Győr egyik szerkesztője voltak nagy hatással. A másik díjazott egy feltörekvő író lett. Azért indultam ezen a pályázaton, mert szeretném magam szélesebb körben is megismertetni az emberekkel, ugyanis én magánkiadók útján könyveket írok, és már 6 könyvem is megjelent, és szeretném, hogyha egy kicsit megismernék a nevemet szélesebb körben is. Az én novellám két ember találkozásáról szól. Az egyikük egy kicsit ez a hagyományosabb, az emberi kapcsolatokat szereti előnyben részesíteni, a másikuk pedig inkább az akkori technikai vívmányoknak megfelelően a kibertérben szeret mozogni, és a történet végére rájön, hogy mennyire fontos az, hogy élőben találkozzanak az emberek egymással, és tulajdonképpen ez egy ilyen rövidke szerelmi történet. A könyvszalon során bemutatták a 750 éves jubileum alkalmában megjelent úgynevezett győri könyveket is, köztük a Győr Plusz Média kollégái Hajba Ferenc és Nagy Roland kötetét is. A főszervező szerint sikeres volt a könyvszalon, bár a pandémia hatása érezhető volt. Utolsó pillanatig nagy-nagy izgalom volt bennünk, hogy hogy alakul, mi lesz, milyen új korlátozások, milyen szabályok várhatók, így aztán már egy-két héttel ezelőtt kértük, vagyis előírtuk a könyvszalonnál a védettségigazolvány használatát, és hát ezt igazolta aztán a sors vagy a történet, hiszen ugye pár nappal ezelőtti döntések alapján most már szombattól amúgy is kötelező. Mindezzel együtt tehát nagyon örülök, hogy van könyvszalon, én úgy látom, hogy nagyon sokan örülnek, hogy van könyvszalon. Kicsikét szomorúan, de megértéssel látom, hogy azért az országos trendnek megfelelően azért a korábbi évekhez, tehát a pandémiamentes évekhez képest 40-50%-os a részvétel általában a rendezvényeken, bár azért nagyon sok helyütt van teltház, illetve majdnem teltház, ami biztató. Ez több előadó művész, aki megjelent, hasonló részvételi arányokról számolt be, tehát nem győr specifikus a jelenség. A jubileumi könyvünnepet vasárnap este egy gyermekprogram zárta. Izgalmas környezetben, a dzsungelben folytatódik Gerzson és Panka, a két amazóniai arab papagáj kalandja. Dr. Dézsi Csaba András legújabb mesekönyvét a 20. győri könyvszalonon mutatta be a szerző, Kustán Roland grafikus művésszel karöltve. A vasárnap délutáni programon meglepetés is várta az érdeklődőket, a teátrum nagy színpadán ugyanis Halász Judit olvasott fel a színes, az énekesnő által is izgalmasnak tartott kötetből. Az eseményen kiderült, a polgármester a könyv bevételét jótékony célra is szeretné fordítani. Érkezik a könyv szerzője, Dézsi Csaba!
A jubiláló 20. győri könyvszalon egyik záró akkordjaként vasárnap mutatta be legújabb mesekönyvét dr. Dézsi Csaba András. Győr polgármestere számos könyvet írt már, mesekönyve ez idáig 2 jelent meg. Az első még 1991-ben Ősállatkaland címmel, majd 3 évvel ezelőtt került nyomtatásba a Gerzson és Panka kalandjai kiadvány, ennek a folytatása a most megjelent kötet. A színes, izgalmas tanulságokkal teli történetben a két amazóniai arapapagály az őserdőbe látogat, s közben majmokkal, kalózokkal, delfinekkel találkoznak, természetesen gazdáik Csaba és Vera kíséretében. Jó vagy nem jó, ezt majd eldöntik a gyerekek, hiszen ők a kritikusok, a legerősebb kritikusok, és hát ők a célközönség is, akiknek szól ez a mesekönyv. Minden esetén örömmel csinálom, mert tényleg egy teljesen más munka, akár az orvoslást nézzük, akár a politikai munkát nézzük, ehhez képest a mesekönyv írás az egy kikapcsolódásnak számít. Dézsi Csaba András szerint fontos, hogy a mai digitális világban foglalkozzunk a gyerekekkel, ebben pedig nagy segítségünkre lehet egy értékes könyv. A kisgyerekek körében a mesekönyv az nagyon népszerű. Ott még a digitális világ nem annyira vonzó. És utána valahol elcsúszik ez a dolog. Én nagyon fontosnak tartom egyébként azt, hogy a digitális világban is felgyorsult a kommunikáció, és ezt használom is, és szerintem ez egy fontos, hasznos dolog. Viszont a kézzelfogható mesék, ahol nem a monitort néz az ember, hanem tényleg az papírt, és későbbiekben majd az egyéb más könyvek is, azok szerintem nem csak az én generációmnak fontosak, hanem fontos az, hogy a jövő generáció is megismeri ezeket, kézbe vegye, egészen más a hangulata. A könyv illusztrátora ezúttal is Kustán Roland volt, aki szabad kezet kapott, így saját bevallása szerint ismét egy igazán izgalmas alkotó folyamatban volt része. Talán az volt a legnagyobb kihívás, hogy mivel ebben a második kötetben már ugye kinyílt kicsit a világ a szereplők részére, ezért sokkal részletgazdagabb és sokkal különlegesebb rajzokat kellett készíteni, mint ami például az első kötetben volt. De ez egy izgalmas munkafolyamatot tett lehetővé, amit tényleg elejétől kezdve a végéig élveztem. A vasárnap délutáni programon meglepetés is várta az érdeklődőket. A teátrum nagy színpadán ugyanis Halász Judit olvasott fel a kötetből. Az énekesnő elárulta, szerinte miért lesz szerethető a történet. Azért, mert ez javarészt most, ahogy már megtudtam, és ami igazolja azt, hogy miért tetszett nekem ez a könyv, hogy nagyrészt saját élményekből adódik ez a történet. És a gyerekek azok nagyon könnyen észreveszik, én úgy gondolom, mert én gyerekkoromban gyorsan észrevettem, hogy ki volt az a felnőtt, aki csak meg akarta magát szerettetni, és ki volt az, aki valóban szerette a gyerekeket, és szívesen beszélt a gyerekekkel, és szívesen fogadta társul a gyerekeket, meg az állatokat is. Az eseményen kiderült, a polgármester a könyv bevételét jótékony célra is fordítaná. Feleségével közösen egy komoly szakmai és orvosi háttérrel rendelkező papagájmentő központot szeretnének létrehozni. Ennek munkálatai már elkezdődtek, ahogy a következő könyv kalandjai is. Hosszú évek óta a győri könyvszalon egyik kiemelt eseménye a drámaíró verseny, mely tavaly a járvány miatt elmaradt, idén azonban újraformálódva, megváltozott játékszabállyal várta a műfaj szerelmeseit szombat este a Nagyszínházba. A megírandó művek címét a sajtótájékoztatón húzták ki. Roxy a világjáró kutya története mind a 3 versenybe induló szerzőt megihlette. A díjnyertes Olt Tamás írásában megidézte a viszontagságos régmúltat, Anna és Gergő története visszavitt bennünket a tragikus 50-es évekig. Ezzel el is nyerte a zsűri és a közönség tetszését, darabjával több díjat is elhozott. Roxy a világjáró kutya. A 20. győri könyvszalon sajtótájékoztatóján dr. Dézsi Csaba András polgármester húzta ki a drámaverseny megirandó műveinek címét. A szórakoztató nemes megmérettetés tavaly a járvány miatt elmaradt, idén azonban újraformálódva, Dráma a szalomban címmel, megváltozott játékszabállyal várta a műfaj szerelmeseit szombat este a Győri Nemzeti Színház. Dér András, Olt Tamás és Zakarián Zalán közel egy nap alatt írták meg darabjaikat, majd azt követően rendezésükben a 3 színész csoporttal megindult a felkészülés a szombati előadásra. Szerettük volna egy kicsit újraértelmezni ezt a dolgot, és az a dolog, hogy egy ilyen instant színház létrejön, talán nem sínyli meg, hogyha ugyanaz a személy írja és rendezi, mert akkor itt tulajdonképpen 3 napon keresztül látja valaki ezt a történetet kívülről. És azok az alkotók, akik ebben a versenyben részt vettek, ők mind dolgoznak, vagy dolgozni fognak itt a Győri Nemzeti Színházban,
Old Tamás, ugye, aki itt az első díjat, a legjobb rendezés díját, a legjobb előadás díját, illetve a közönségdíjat is. Ő nem sokára elkezd dolgozni a Minden jegy el kell című darabbal. Zakariás Zalán talán nem kell bemutatni a kedves nézőknek, hiszen ő a színház művészeti vezetője, és Dér Andrással is készülünk valami egészen izgalmas dologra majd nyáron. Roxy a Világjáró kutya kalandos életéről cikk született tehát a Kisalföld hasábjain. Az írás címéből indultak ki az idei drámaverseny szerzői. Dér András és Zakariás Zalán követték a kutya történetét, míg a díjnyertes Old Tamás csavart egy nagyot a kedves sztorin. Megidézte a viszontagságos régmúltat, Anna és Gergő története, visszavitt bennünket a tragikus 50-es évekig. Benne van az előadásban, nálunk Roxy a világutazó kutya nem más, mint egy útlevél, mint egy kiugrási lehetőség az állatorvos hallgató 56-os lázadó fiúnak, hiszen a kiderül erről a bizonyos kutyáról, hát ő nem igazán bírja az utazást, és ő nagyon-nagyon rosszul viseli, és végighánja az egész világ körüli út felét, és épp Magyarországon járnak, amikor kell egy állandó ápoló vagy állatorvos mellé, és ez lesz tulajdonképpen ez a kutya az útlevél a szabad világba. A sikeres bemutatókat követően a nézők szavaztak. Döntésük értelmében a legjobb előadás az első, azaz Old Tamás írása lett. Új kategóriaként kitüntették a legígéretesebb tehetséget, Juhász Jászmint, a Kaposvári Egyetem színész hallgatóját, a verseny legjobb színésze Karácsony Gergely lett, míg színésznője Mózes Anita. Polgármesteri külön díjban részesült Posonyi Takács László, és a közönség szavazatával egybevágott a zsűri értékelése. Old Tamás darabja került ki nyertesen. Az adventi készülődés egyik fontos pillanata, hogy a Széchenyi térre megérkezik a város fenyőfája. Idén egy 11 méter magas, 25 éves ezüstfenyő lett Győr karácsonyfája, ami egy mémfőcsanaki kertből származik. Minden évben így most is a Győr környékén élők ajánlják fel a mindenki karácsonyfájának alkalmas örökzöldeket, és a Győrszól munkatársai választják ki a legszebbet, mondta a helyszínen Osvár Tamás, a szolgáltató, ügyfélszolgálati és kommunikációs csoport vezetője. Az utolsó simításokat végzik a fenyőfán, majd a hatalmas tűlevelűt egy teherautóra emelik daru segítségével. Ezt pedig már a Széchenyi tér, a fenyőfa törzsét láncfűrésszel formázzák méretre. Az adventi készülődés egyik fontos pillanata, amikor a győri Széchenyi térre megérkezik a város karácsonyfája, a város fenyőfája. Ezek a fák, ugye ez a fenyőfa is felajánlásból származik, a Győr környéki lakosok ajánlják fel a fákat. Ilyenkor természetesen a kollégák megvizsgálják, hogy a felajánlások közül melyek azok a fák, amelyek alkalmasak arra, hogy a közterületeket díszítsék, melyik alkalmas arra, hogy itt legyen a Széchenyi téren. Ez egy nagyon szép fa, ez egy 11 méter magas ezüstfenyő, aminek a korát 25 évre becsülik, és egy mémfőcsanaki kertből érkezett a Széchenyi térre, tehát a felajánlásból származó fa itt fogja tulajdonképpen díszíteni a teret az adventi időszakban. A térnek a kialakításakor már úgy tervezték, hogy legyen egy ilyen hüvely, amelyik tudja fogadni ezeket a karácsonyfákat minden évben. Ebbe helyezzük bele, illetve hát acélsodronyokkal is rögzítjük, hogy biztonságon lehet közlekedni a fa környékén az adventi időszakban. A Győrszol ZRT feladata a fa kiválasztása, kiemelése, helyszínre szállítása és a Széchenyi téren a helyére állítása. Kialakult gyakorlatunk van már ezeknek a fáknak a elszállítására, illetve a beállítására. A kollégáim már megfelelő rutinnal végzik ezt a feladatot, és itt ennek köszönhetően azért viszonylag egyszerűen ment, és a terveknek megfelelően ment a fa beállítása, és a megfelelő biztosítások is megtörténnek. Ezután a következő napokban a győri útkezelő koordinálásával a díszek és fényfüzérek is felkerülnek az örökzöldre, ami teljes pompájában november 26-tól csodálhatnak meg a járókelők. 300 darab Mikulás csomaggal és ajándékműsorral készül Hajtó Péter a képviselői körzetében élő gyerekek számára Mikulásra. Ehhez az akcióhoz csatlakozik Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő is, aki különböző játékokat visz majd a december 5-i helyszínekre. A Gyárvárosban, Likócson és Jancsifalu városrészben élő 10 éven aluli gyermekeknek nyílik lehetősége regisztrálni a Mikulás csomagra a hajtopeter.hu oldalon. A két képviselő a Győr Plusz Rádióban jelentette be hétfő reggel, hogy 100 karácsonyfát is szétosztanak az ünnepek előtt.
Hétfő reggel a Győr Plusz Rádióban kezdte a napot Hajtó Péter és Simon Robert Balázs. Az önkormányzati és az országgyűlési képviselő két akcióról számolt be, ami a gyárvárosi, likócsi és jancsi falui lakosokat érinti. December 5-én egy kis meglepetéssel készülök a körzetben élőknek. Én azt gondolom, hogy egy közösség formáló lehetőség ez a karácsony, és nagyon-nagyon jól kialakult a választókörzetemben egy összetartó közösség, úgyhogy 300 darab Mikulás csomaggal készülünk a 10 éven aluli gyerekek részére. Mindegyik város részben, ugye nekem három város részen van, 100-100 darab csomaggal készülünk. A Mikulás műsor előtt Sigfrida művésznő ad majd egy ilyen negyedórás műsort, és regisztrálni lehet az ajándék csomagokért, így lehet majd ehhez hozzájutni. A regisztrációra a hajtópéter.hu oldalon a képviselő vadonatúj weblapján lehet az Advent 2021 fül alatt, december 2-ig a 10 éven aluli gyermekeknek. Az akcióhoz Simon Robert Balázs, a városrészek országgyűlési képviselője is csatlakozott. Hajtó Péter képviselő úr megkeresett, hogy csatlakozzam én is az akcióhoz. Örömmel teszem, játékokat fogok odavinni. Nagyszerű kezdeményezés, és annak is örülök, hogy nem egy helyszínen, hanem három helyszínen kerül lebonyolításra. Én azt gondolom, hogy nekünk közszereplőknek, politikusoknak, ismertebb személyiségeknek példát kell mutatnunk, egyébként nem csak karácsonykor, hanem az év minden napján. A Mikulás viszont az egyik legnépszerűbb értelemszerűen a gyermekek körében, nekünk is vannak gyermekeink, mi is voltunk gyermekek, úgyhogy várjuk a kedves gyerekeket ezen alkalomból december 5-én Gyárvárosban, Likócson és Jancsi faluban is. December 2-a után egy újabb kezdeményezésre lehet regisztrálni, 100 darab karácsonyfát fognak szétosztani a jelentkezők között, ebből 9-et a városrészekben található intézmények kapnak. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb kedden este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.